Tuzsér, Lónya, Nyíregyháza, Budapest, Bodrogkeresztúr és Vásárosnamény. Ez a 6 település játszott főszerepet azoknak a programoknak a megszervezésében, amelyek gróf Lónyai Menyhért egykori miniszterelnök életét és munkásságát dolgozta fel. Vasútépítés, egyházi és gazdasági reformok csak néhány azok közül, amelyek fémjelzik a korszakot. A szervező Tuzsér Községért Közalapítvány számos partnerre talált abban, a vármegyében és határon túl is, hogy a fellelt kulturális és történelmi örökséget minél szélesebb körben tudja megismertetni. Lónyai Menyhért volt miniszterelnök munkássága, az több üzenetet is hordoz, mind a helyi közösség, mind pedig az egész ország és az egész magyar nemzet számára. Pénzügyminiszterként majd a monarchia közös pénzügyminisztereként, majd pedig miniszterelnökként nagyon sokat tett az ország felemelkedéséért. Én egy nagyon gazdag évet tudhatok magam mögött, hiszen olyan helyszíneken járhattam, amit vagy ahová, mint magánember nem biztos, hogy el tudnék jutni, és olyan dolgokat tudtam meg Lónyai Menyhértől, ami még ilyen fehér foltok voltak a tudásomban, úgyhogy én csak hálás tudok lenni ennek az évnek. Közel 17 hónapja tart ez a rendezvénysorozat. A Tuzsér Községért Közalapítvány olyan eseményeket, kiállításokat, kulturális rendezvényeket rakott le az asztalra, ami és újabb ismereteket közölt a Lónyai családról, illetve Lónyai Menyhértről, amik eddig ugye nem kerültek felszínre. Fantasztikus rendezvények voltak, fantasztikus emberekkel találkozhattunk, sok nagyszerű emberrel, akár a család leszármazottaival, akár a ilyen együttműködő intézmények vezetőivel. Igazán jó volt visszaemlékezni erre az elmúlt több mint egy évre, bő egy évre, és hát biztos vagyok benne, hogy az egy év újabb munkára inspirálja a közalapítványt, Lónyai tisztelőit, és egy újabb összefogással azt gondolom, hogy még inkább tudatosíthatjuk az ő emlékét, akár ennek az emlékhelynek, ennek az épített örökségnek a további fejlesztésével is. Klicsó Ferenc a közalapítvány elnöke volt az emlékév programjainak ötletgazdája, szervezője. Ennek kapcsán elmondta, igyekeztek minél változatosabb eseményeket kínálni az érdeklődőknek. Kiállítások, konferenciák, koncertek adtak lehetőséget arra, hogy a szellemi és kulturális értékeket bemutassák, és nem utolsó sorban a kutatásoknak köszönhetően bővítsék is azokat. Megkapargattuk a jéghegyet. A felszín alatt rengeteg minden vár arra, hogy valaki feltárja, felfedezze és közkincsét tegye. Úgyhogy ezzel a munkával tényleg csak megbolygattuk azt a sok-sok éve alvó, nyugvó állapotban lévő tudást, szellemi örökséget, talán az épített örökségnek is egy részét, amelyek felfedezésre várnak. Tehát mi szeretnénk folytatni tovább a munkát, és ugyan már többször is elhangzott, ezt mi leginkább a Lónyai Örökség Központ keretén belül tudnánk elképzelni, ami természetesen nem csak rajtunk múlik, de én azt gondolom, hogy az emlékévnek a hozadéka lehet egy kapu, egy kiskapu ebbe az irányba. Az emlékév eseményeiről filmet is készített a Zemplén Televízió, amelynek rövid összefoglalóját a záró ünnepségen mutatta be Seres Péter ügyvezető. Ezzel együtt a szervezők elismeréseket és relikviákat adtak át mindazoknak, akik tevőlegesen segítették az emlékév eseményeit. Ezt követően pedig, ahogy indult az emlékév, úgy is zárult. A jelenlévők megkoszorúzták gróf Lónyai Menyhért miniszterelnök szobrát.